Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matabarna vagyok! És ez itt a Space Jedi Academy következő része! A legnagyobb, hogyha emlékeztek, nos néhányszor meghaltunk, de arról nem beszélünk. És elfogadunk egy küldetést arra, hogy a Tatooine-on fölvásároljunk valamiféle droidot, és kíváncsi vagyok rá, hogy milyen komplikációkba futhatunk. De a Tatooine-on vannak, szóval nincsenek se fák, se hidak, tehát két dolgot, ami eddig meg tudott ölni, már ki is küszöböltünk. Fegyverek lehet, hogy lesznek, amik szintén néha megölnek, de van valamink, ami eddig nem volt. Az pedig nem más, mint az Unlimited Power! Na jó, lehet, hogy még limited, majd ahogy mennek a story küldetések, egyre több erőnk lesz. De Powernek már Power? Oh fuck. Hey, Unlimited Power! Wow. Unlimited Power? Te meg túlélted. Fuck you! Tehát lehetséges, hogy azokról a dzsavákkal, akiket ott beépítettem a falba, velük beszélnem kéne. Hogy is volt ez az egész könyves kelemen dolog? Hogy is csinálta? Na mindegy. Oh, hello. Csak hogy te is úgy végez, mint a többi, nem diszkriminálok. Hajj már meg! Az Isten itt a világ összes voltja benned van. Na azért. Lássák a túloldalon, szörnyű. Ja tényleg, így lehet egyébként eldobni a büdös életbe a fénykardulat. Fuck you, nincs rá szükségem, bye. Ne jól lehet, szükségem van rád. Wow, dupla fél. Na, ezek jobb ellenfelek. Ősemberek bunkós bottal. Ezzel elbírok. Meg ugye, Unlimited Power. Egyébként a legutóbbi videóban észre vettem, hogy egy kicsit halkak a játékban a dialógok, ezeket fölhúztam, remélem, hogy most nem lesznek rohadt hangosak. Gyere ide! Mondom, gyere ide! Uff! Ó, mekkora átütsz! Nem szaroznak azok a puskákkal. Ennyit erről. Ó, ott egy Java felett, talán tudok beszélni. Erről is remélem, hogy az ott egy Java. Na. Esetleg loot, mert ide dugnám, hogyha lootot akarnék eldugni. Loot! Nincs loot. Nyitod az ajtó? Nem. De! Hello! Egy bucka lakó ház? Ezek házban laknak? Ó, oh, lehet, hogy erre kell mennem. Nem vagyok itt. Unlimited Power! Oké, okay, azt hiszem erre kell jönnöm. Megnézem, hogy mondom valamit ez a Java. Gyertek utánam, ha mertek. Oh fuck! Oh fuck! Na! Fuck! Na, negyedszerre csak sikerült eltalálnom, hogyha kell raknom. Az a probléma, hogyha nem jönnek utánam, akkor ezeket majd nekem kell detonálgatnom. Na mindegy. Hol volt a szerencsétlen Java? Jó napot kívánok, így Mr. Utinit keresek. Hello! Miért van minden protokoll droid aranyjal bevonva? Ez egy fal. Ezeket nem tudom elszínes fémkereskedni, vagy valami hasonló? Úgy látszik, nem. Nem is tudom, hogy hol lett ez a Java. Lehet, hogy diszponolt szegény. A legrosszabb sors. Menj előre, fénykard! Hát nem ment el sok előre. Menj előre, fénykard! Fenébe. Mondom, menj előre, fénykard! Fuck! Úgy emlékeztem, hogy ilyenkor ment tovább a fizikai motorban, és így elszállt fenébe. Gyerünk, fénykard! Nem csak leesik. Utánam jöttek? Úgy látom, igen. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit nyírtak ki az aknáim. Úgy látom, egyet gyakorlatilag. Ezeket fel se robbantak, ugye, mert jó helyen vannak. Egy kicsit messzebbre azért dobhatnám őket. Hello. Wow. Feldedezzem, arra kell tovább mennem, megnézzük, hogy mi van erre. Még több arany protokoll droid rész. Ezek a Javák meg a buckalakók az univerzum milliómosai lehetnek egyébként, amennyi aranyuk van. A ki tudja, hogy az arany már nem ér szart se. Oh. Itt most terület. Az ott a Sandcrawler lesz valószínűleg. Ez meg szegény. Még egy aranyban van a protokoll droid. Úgy emlékeztem, hogy ez így C-3PO úgy egy ilyen egyedi dolog volt, hogy ő aranyjal van bevonva. És nem ez volt a standard.
Nyugi, még le sem vágtam a kezed. Ó, ott levágtam egy kezet, ha jól látom. Levágtam egy kezet. Levágtam egy kezet. Látod? Nincs meg a keze. Hova esett a keze? Ott a keze. Á. Egyébként, hogy jól vágsz, akkor ebben a játékban potyolnak a testrészek. Wow! Hát azzal nem mentett a sorra. Egy kéz? Egy kéz? Oké. Okay. Hallottam valami mély zümmögő hangot, általában azt jelenti, hogy eltaláltál valamit, ha itt meg lehet semmisíteni, talán ez az? Nem. Akkor fene se tudja. Ezekkel a robbanó hordók tudom, hogy kicsit paranyás vagyok, és nem akarom elcseszni először, mert arra, hogy mindegyiket felrobbantom. Ott valami bújik el? Nem. Unlimited power. Imádom, amiket repülnek. Ezek hogy nem vettek észre? Oh! Unlimited power! Ups! Bocsi! Gong droidok! A Star Wars univerzum névtelen mártírjai, a gong droidok! Ups! Fénykard, ne hagyj el! Szuper! Egyet profiláltak az erőbe, hogyha ilyen messzire visszatudom rántani a fénykardomat. Na, vannak küldetonátoraink. Ott láttam egy villanást, azt hiszem lövöldzik megint egy buckalakó. Unlimited power. Hogy nem szúrnak ezek ki egyébként, amikor mögöttük vagyok? Egy pillanat és visszatérünk. Oké, okay, itt is volnánk. Na. Erre kell jönnöm akkor, várjál. Szia. Látod, te nem vagy arany. Ez... ilyenek voltak a lálcsillagon, nem? Ups. El is felkezdtem rólad. Valahogy fel tudok oda jutni. Biztos? Oké, ő látszik, nem. Kapd el! Oké, akkor érintésre. Ebből aztán belehalt. Na, ideje volt. Tehát akkor tovább arra, merre kell. Te gonosz vagy? Hello? Gonosz vagy? Nem, csak eltaláltál mellettem. Feltételezem nem gonosz. Gondolom valaki a szemétből szerte elő, aztán újra programozta. Hogyha tényleg ének voltak a lálcsillagon, de nem veszek rá mérget. Ups, ez átszivárgott rajtam. Egy fantom bucka lakó, egy fantom lakó. Wow, nem robbantak fel a robbanó hordók. Cic? 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 Úristen, de szép arcod van, wow. Na. Cic. Ó, oh, wow, ez jobban működött, mint gondoltam. Cic. Oda ragadtál? Oda ragadt. Ó, oh, ez egy szörnyű sors. Na tehát, akkor... bírják az áramot. Nagyon bírják az áramot. Na jó, ez kezd túlzás lenni. Na azért. Unlimited power! Ezért húztam ki ezt egyébként elsőre, hogy a tömeggel találkozom. Egy egész kart levágtam. Hogy a tömeggel már nem egy... Nem zenei, hanem egy kart, érted? Ha tömeggel találkozol, akkor egyébként ez a villámlás az elengedhetetlen. Hello. Ne legyél rasszista. Dörp Greedo. Itt a fal túloldala. Unlimited power, unlimited power. Ezeken most ütöttek rajta, hogy ezek még élnek? Logika az diktálna, hogy rögtön lemészárolják őket a buszkalakók. Van valami esetleg itt kocsi alatt? Úgy látom nincs. Igen, kocsi. Így is fogalmazhatunk. Esetleg ott a házakban valami titok. Mindjárt megyek oda.
Azért előszök a fénykardot hátra felém, és le kell pattintanom. Úgy látom, semmi érdekes, de jól elugrottam egy lövedék elől. Na, lássuk, hogy melyikünk a pontosabb. Azt hiszem, neked nincs puskád? Illetve nincs puskája. Jó. Unlimited. Power. Szegény, beküldtem alatt vissza balá. Azt hiszem, oda be kéne mennem, de ott látok valamit. Az előbb onnan néztem ki. A titkos helyről. Nem kéne ennyire lazán venni egyébként ezeket a buckalakókat, mert a végén még kinyírnak. Szóval akkor nagyon hülyén fogok kinézni. Valami lőtt. Nem érném, hogy az volt, mert nem is nézett rám. Ez úgy alapfeltétel szokott lenni az, hogy valami eltaláljon. Lehetséges, hogy az volt, csak elfordult. Biztos szégyelte magát, hogy rám lőtt. De én kegyetlenül lemészároltam. Mert Jedi vagyok! Oké, okay, hogy kéne oda... Ó. Oh. Igen, erre egyébként rá kell jönnöd. Na és most hogyan? Hogyan tovább? Ó, oh, felmondj magától, szupi. Ah, lehet, hogy ő volt az. Ó, oh, nézd egy, nem esett be az alkarja, a fenébe. Hello. Mondom hello. A fenébe mondom, hello. Ó, oh, szia. Na mondom, hello. Na azért, talált. Ősten szegényből nem, szegénynek az arcából nem maradt sok. Nem mintha alapból sok arccal indult volna. Megnyomjuk ezt a kart, mert a karokat megnyomni kell. És le tudunk menni oda. Befért volna egyáltalán ide ez a csilla, vagy miért volt ezen a soron? Na mindegy. Java építészet. A limited power. How do I get down there? Hmm. Cheaty Johnnál nem látok semmit. Ezeket ott esetleg át tudom, be tudom lőni. Úgy látom nem. Szívünk egy biztonság kedvéért. Már csak azért, mert azt hiszem, hogy ez a láva ez nem insta halált jelent. És nem akarok újra tölteni azért, mert rosszul gondolom. Nincs igazán semmit meg tudnék nyomni, ugye? Nem látok sehol semmi gombot. Hát akkor muszáj lesz megpróbálkoznunk azzal, hogy... Geronimo! Húh! Lehet, hogy a protection-t kellett volna felvennem az elején, na mindegy. Szia! Oh! Power! Unlimited power. Jó napot kívánok a nevem, power. Unlimited power. Az halálos! És nem volt checkpoint. Szerencsére szévelem. Kíváncsi vagyok, hogy ez már a surprise része a dolognak, vagy még nem. Át tudok egyébként esetleg arra ugrani? Úgy látom, nem? Aucsa, 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 aucsa! Hello. Ezt úgy látom, át tudom ugrani. Aucs, át kellett volna tudnom ugrani. Ez belőtt a falba. Ó, oh, wow, mi történt szegény nyakammal. És ezt egy lézer csinálta. Aminek azért úgy kinetikus energiája nincs igazán. Na mindegy. Húh, ó, oh, át kellett volna mennem oda. Na mindegy. Még nem tudom, hogy hogyan. Dögölj már meg, könyörgöm. Na azért. Ups, hát ezt nem így kellett volna, tudom. Sziasztok, zsavákok! Meghúzzuk ezt a kart, meg ne nyomjuk ezt a kart. Bocsi Béla, úgy látszik elkéstem a karral. Állj, lift! Miért van az, hogy ezekben a játékokban sosincs zene a liftben? A valóságban biztos lenne.
valami műjes Java népdal. Még egy Sripio. Hát ez nem igaz. Ups! Az itt nem egy ellenség volt. Ó, ez egy birodalmi szonda. Wow, hogy azt ki tudtál nyírni a Javák, az szépen valószínűleg inkább valami roncsolatot a csatában. Látok valahogy egy power cellpontot. Egy unlimited power cellpontot. Ó, de sokan voltatok. Ó, szia! De meg pont túlélted a hat életbe. Na. Ott észrelek egy mozgatható. Oh! Shit, jó, hogy ebben nem haltam vele. Szia! You must be the droid we were sent for. But it doesn't look like there's any Jawas left to negotiate with. Well, I guess you better just follow me. Ez a droid, amit keresünk. Oké. Okay. Hogy tudnak kivinni innen? Ó. Oh. Ez nem ment magától. Jössz vissza! Fuck. Még valaki? Ó! Oh. Ó, oh, oké. Okay. Ennyi. I was starting to get worried. Any problems? Not unless you count the sand people I ran into. Well, you're still in one piece, so you must have handled yourself all right. Let's get this droid back to the academy. Nem infotod a buckalakókat homok embereknek, ez rasszizmus. Kyle tells me you recovered the droid on your own. It's too bad about the Jawas. R2 will scour the droid's memory banks and see what information it turns up. Okay. Volt a gonosz lettél hirtelen? This is getting more serious. We have been receiving numerous reports of a Sith cult called the Disciples of Ragnos appearing all over the galaxy. Oké. Okay. Én nem mondjuk, hogy megnézem, hogy mennyit vettem fel eddig körülbelül. Nem tudom megnézni, mennyit vettem fel eddig körülbelül, mert a játék fullscreenben fut, és Altenter nem reagál, fullscreenben pedig nem engedi, hogy kiugorjak. Elvállunk még egy küldetés ezt itt. Tehát... Tatooine-on próbáltak fölvenni zsoldosokat és csempészeket. Meg kell találnunk, hogy honnan működnek. Irány Mos Eisley. Elfogadjuk. This one sounds like it could be nasty, so I'll be going with you. You'll find some of the galaxy's worst lowlives on Tatooine. Han Solo valahol nem örül ennek a megjegyzésnek. Na, mit vegyünk föl? Protection. Vagy ingyen health. Legyen ingyen health. Megtanuljuk leszívni az életet az ellenségeinkről. Csak sötét oldalnak hangzik, ígérem, hogy nem az. Jó. Szokásos felszerelés. Ennek a sokkoló cuccnak talán lesz értelme, mert szerintem ki tudjuk használni az AOE-jét. Millennium Falcon. Oh wow. Han, Chewie. Anybody here? Pont itt lógnak. I guess they're out. Okay. Luke's info was good. These are definitely freelance cargo ships. Ilyeneket lőttünk ki az égből, Corellian, dude. I've got a bad feeling about this. Listen, stay here and guard the entrance to the docking bay. If anyone tries to enter or leave, detain them. I'll head over to the crate and ask around. Idézőjelekben. Úristen, Javák! Ryan, nem emlékeznek azokra, arra a három szerencsétlenre, akiket unlimited power-oztam. Én csak egy Greedo vagyok, hoppá! De utána égesd át az ajtó. Természetesen. Jedi? Me? No, not yet. I'm one of Kyle Katarn's. Hogy beszélek Wookiul? He's talking to some locals. We're investigating a cult that's been cropping up everywhere. You must be Chewbacca. Why are you here? That's my animation. Leia Organa? Wow. Plana. Must be important business. Pedig reméltem, hogy kapok én is egy beszédhibás Wookie tolmácsot. Reméljük, hogy többiek is így fognak reagálni. Na most megpróbálom tényleg megnézni, mennyit vettem föl. Oké, okay, ez a küldetés még bőven belefér, sőt még a következő is. Na! Legalábbis gyermalom meg túl sokat. Sziasztok! Oh, oh, ott egy ilyen sorozatvető cuccos. Ups, az egy randosán volt. Wow. Régi barátok.
Valahol van egy Wookie nyilvető. Ja, Chewie. Szia, te vagy az erőt, akivel legutóbb találkoztam? Tudom, hogy a Star Wars univerzumban van belőled 5 millió, de figyelj, mindig a Tatooine-ra jövünk vissza, mindig ugyanazzal az egy darab droiddal találkozunk. Chewbacca-ba is pont belefutottam. Logikus, hogy te is pont plot releváns karakter legyél. Na. Hát ez leszart a birodalmi nehéz sorozatvető akármicsodának az alternatív tűzmódját. Ezek rasszisták, Chewbacca meg hátban ő. Köszi. Hello. Még valaki? Be akar esetleg még valaki szólni a Rodianokra? Ups! Neked szabad, te űrlény vagy. Az űrlények lehetnek rasszisták az űrlényekkel szemben. Wookie nyilvető. Köszönjük! Wow, ez túlélte. Ó. Oh. Oké, kiütöttem a levegőből és... Valaki bekapcsolta a lámpát! Feltételezem, hogy ezek vonós sugarak akarnak lenni, vagy? Nem, ezek szerint lámpák, oké. Okay. Na, pajzstöltés! Azok a kék bizergő képernyők, ezek kamerák akarnak lenni, tehát itt nincs senki. Chewie, tarts fel őket! Ez pedig itt, itt van valaki, oké. Okay. Való, hogy kerültél egy Chewie! A tarts fel, melyik részét nem értetted? Na, hogyha többen lennének kint esetleg, oké, nincsenek kint többen. Gyere ide! Úgy. Tötörötörö. Unlimited power. Na. Kíváncsi vagyok, hogy ott lesz, amikor felérek. Lemaradt. Chewie! A jó nénikédet most már a friendly fire-öddel. Merre kéne menni? Ó, oh, erre! Arra, merre nyitva vannak az ajtók, egyértelmű. Itt vagyok, ragyogok. Van valaki, aki meg akar ölni? Innen jöttem ki? Azok a robbanékonynak néznek ki. Játék, ne hülyíts! Tudom, hogy azok fel fognak robbani, jobban pillanatban, hogy közelükbe megyek. Azok ott robbanó hordók. Én már pedig nem fogok felrobbanni. Tényleg kíváncsi, hogy felrobbanhat-e egyébként a kezembe a... Hogy is hívják? A hődetonátor. Cutscene robbanás következik. 3, 2, 1. Mondom 3, 2, 1. Vagy az a Rodian ott mit, mindegy. Ezek vonósugarak. Akkor miért nem húzzák fel a toronyra az irakétevetőt? Tehát, script robbanás, igen, cutscene robbanás. Oké, okay, Chewbacca, te intézzel azt a hadsereget. Én nem intézem ezt a hadsereget. Oké, okay, ez fura volt, a lényeg az, hogy meg unlimited power-oztam őket. Chewie? Kitartasz? Várjál, segítek. What? What? Jó, hogy azok ott, oké, okay, azok ott ilyen scriptelten ott lévő karakterek. Ilyet fizikailag képtelen vagyok megölni. Jó. Kuss! Nem érdekel a kacsókád. Na. Ennyit az aknákról. Na, így kell viselkedni a robbanó hordóknak. Csak a biztonság kedvére, hogy ne fussak bele egybe se a jövőben. Ó, szia! Power! Ezt sose fogom megunni! Most van egy zsendai írom, hogy ti már mondjátok. Oh, hello! Oh, még nem tanultam meg... Azt akartam mondani, még nem tanultam meg visszarakni a levegőből a hődetonátorokat. Aztán azt hiszem, hozzávágtam a fénykardomat a fickó gránátövéhez.
Hát, bocsi. De szerintem ez jobban fáj nekem, mint neked, és kivételesen ezt őszintén mondhatom. Az ott R2-D2 vagy egy random R2-es. Ó! Ó! Szerintem ez maga a dinamikus duó. Waaah! Shit! Összehajtott a levegőben! Hol volt checkpoint? Ó, pont itt. Ó, hát ez közel van. Ez még képen belül is belefér. Na gyerünk! Unlimited power! Nekem is van ilyenem. Ouch! Jaj, te jobban lősz vele. El tudok ugrani egyébként? Úgy látszik, igen. Oké. Lerakod a disruptor puskád. Na, unlimited power. És... megvárjuk, hogy feltöltődjön az erőm. Addig is van itt esetleg valami titok, amiről nem tudok. Valamit véde... Ó! Oh! Élet! Come on! Gyerünk! A fenébe nem tudom őket felszedni. Ez rohadék... Ez egy rohadék húzás játék. Ah, oké. Okay. Hála az ének. Na. Egyébként, kedves modern játékok, így csináltok titkos területeket. Nem achievementet adsz érte, mert azt magasról leszarom. Élet meg pajzs. Aha, itt van a gránátos. Oké, most úgy látszik, hogy nem találtam a gránátövét, vagy a gránátot a kezébe, vagy mi a fenét vághattam meg az előbb. Na tehát. Ez itt szerintem maga Arthur és C-3PO lesz ezek szerint. Bár ki tudja, ahány arany protokoldra. Egy földön fekvő embert nem találtam el. Aztán megbuktam a Jedi vizsgán. Hogyha a sztori releváns karakterek vagytok, akkor ugye halhatatlanok kéne, hogy halhatatlanak kéne lennetek. Jössz vissza! Cic! Ó, oh, akkor ez feltétlenül nem R2-D2 volt. Csak úgy nézett ki. Mondjuk az még rendben, hogy egy standard R2-es, de ugye a legtöbb protokolldroidnak nem kéne aranynak lennie, szóval... Na oké, random karakterek voltak, legalábbis ezt szeretném hinni. Ezen le tudok kapcsolni valamit? Úgy látom nem. Melyik ülő gyorsabban? Te. De én jobban töltöttem fel. Volt valami? Ah! Rohadt életbe! Na tehát. Arra tovább. Ott az egyik traktorsugár. Ahogy ezt már nem egyszer láttam leírva. Vonósugár emberek, vonósugár. Na. Egy. Látom, hogy itt vagy. Próbálkozom velem bujócskázni. Jó. Lift. Add az ellenségem. Egy vonósugár kikapcsolva. Oh, hello. Oh, fuck. Ez tud vívni. Az ott éppen a Strong Style-ban fogja a fénykardját. Igen, ilyen komplikált nevei vannak ezeknek, mint a Strong. Ami azt jelenti, hogy el tudja ütni a védelmemet. Viszont lassú. Ó, és úgy látszik, hogy nem rezisztens az Unlimited Power-re. Na! Pocsék a védelme, hála az éjnek. Tetszik, hogy Chewie nem a Millennium Falconhoz ment oda, hanem a mi akárminkhez. Ó, oh, wow, ez elég erős üveg lehet, hogy így át lehet égetni és nem zavarja. Ami ezt jelenti, hogy megy rajta kard. De jól lemészarolta azt a négy Jordost, aki megtámadta. Na! Lefele kell mennem innen, feltételezem? Vagy körbe-körbe futkossak, vagy mit, mi a fennét kell csinálnom? Oké, melyik szobába öltem meg a zsoldost? Nem ebben a szobában, hanem ebben a szobában. Igen, itt öltem meg a zsoldost. Innen kéne valamerre mennem. Oké, nem tudom visszakapcsolni a vonósugarat. Most működik. Nem tudom, melyik droid pittyeg, de lemészárom őt is kell. Nem nyílik ki ez az ajtó? Pedig másfél fizikailag képtelen vagyok menni. Mert ez itt nem is reagál rám, tehát ez kripteleten zárva van, ez meg... Ó, oh, szia! Mészároljuk le a maradékot.
Egyébként ezek az egy darab szerencsétlen kultisták irányítják ezeket a kulcsfontosságú műveleteket. Azért zsoldosokat és csempészeket próbálnak felbérelni a világ legmocskabb bolygóján. Ide kirendeltek volna valaki erősebb, vagy fontosabbat. Nem így, hogy engem zavarna, hogy nem kellett egy komoly ellenféllel szembenéznem. Na mindegy. Oh, hello. Vagytok pár, amit nem mondjak. Unlimited power. Lebegő fegyver! Oh, unlimited power. Ez nem is kellett a fénykardom. Something. Second torpedo, Azorts. Good to see you too, Chewie. Guess these mercs didn't want us here. Dude, the Mohawkom. That's high praise coming from a Wookiee. Thanks. I think. Oh, here's the man I'm after, my nyelvedet. Someone in this cult must have a lot of credits, or worse, it's backed by the Remnant. Listen, we gotta get back to Luke and tell him what's going on. Can you tell Leia about the cult? Mert nem ismerik a telefont. If he hadn't shown up when he did, I'd have been in a whole lot of trouble. Yeah, well, the way Chewie tells it, you held your own. Háromszor hátba lőtt. Majdnem meggyilkolt. Kyle told me about what happened in Mos Eisley. It's a good thing Chewie was there, but you did well regardless. It looks like this cult and the Imperials may be working together more closely than we thought. Ó, nem is használtam az erő. Dude, állj le a sötét oldallal! Nem tudom miért morcog, amikor csak unlimited power-olom az embereket. Nem is használtam az élet elszívós akármi csodámat. Nicely done, Jaden. I think you're ready for the next stage of training. But there's still another mission left if you choose to accept it. Remember, every mission is a chance to learn more about being a Jedi. Na, látjátok? A játék információkat mond el nekem a játékmechanikákról, annak ellenére, hogy leírná zárójelbe a játékmechanikákat. Hogyha visszamegyünk az akadémiára, akkor kapunk egy sztori küldetést, vagy elmentünk a következő küldetésre és tanulhatunk még egy erőképességet. És én nem mondom, hogy ez utóbbit fogjuk tenni. Valószínűleg mindenhol ezt fogjuk csinálni, kívül, hogy esetleg belefutok egy küldetésre, amit utálok, mert azt hiszem volt pár ilyen. Bár nem veszek rá mérget, mert összefolynak egy kicsit a fejembe a Jedi Knight játékok. Ugye megcsináljuk az utolsó küldetést a pakban. Elmegyünk a Bakurára. Oké. Valaki elfoglalt egy erőművet. Elküldtek egy nyomozócsoportot, de nem jöttek vissza, valószínűleg halottak. És egyben akarjuk tartani az erőművet, ami egy alvó vulkánon van. Természetesen nincs a központjában egy főgonosz, vagy még úgy bónuszként. Oké, elfogadjuk. Then the two of you can investigate the station. Be sure to wait for him before you do anything. Oké, persze, megvárjuk Kyle-t természetesen. És én nem mondom, hogy mit fejleszünk. Én nem mondom, hogy húzunk még egy szintet az életelszíváson. Az előbb azért nem azt láttam egyébként, mert egyes szinten csak úgy tudod használni, hogyha megérintesz valakit, és nem tudsz közben harcolni. Kettes szinten úgy működik, mint a villámlás. Tehát már egy kicsit használhatóbb lesz gyakorlatilag is, és én nem mondom, hogy hozzuk a disztruktorunkat, és ez haszontalan volt, hozzunk egy Wookiee nyílpuskát, meg hozzunk aknákat biztonság kedvéért. Na. Ezt a küldetést még gyorsan lezárjuk, vége unlimited power-ezzük az összes ellenséget, akárki is legyen itt. Ezek a Star Wars-os vágások. Van egy saját X-Wingem? Jedi mellett még kiképeztek pilótának is? Seriously? Itt álltam, és nem tűnt föl az a hulla? Ez egy pilóta egyenruha, de nem birodalmi, az fekete lenne. Oké, de ez nekem nem tűnt föl eddig. Remek. Hát a Földön vannak az égésnyomok, tehát tudjuk, hogy nem birodalmi rohamosztagosok, mert azok pontosabbak. Oké. Van esetleg itt valami titok? Nem, csak egy vádzó számsor van. Unlimited power-re reagál? Nem. Egyébként erről beszélek.
ez az új képességünk. De már nem kell szó szerint hozzáérnem valakihez ahhoz, hogy el tudjam szívni az életenergiáját. Szóval mehetnék balra és jobbra. Én nem mondom vagyok, hogy itt felkészülünk a biztonság kedvéért, mert hogy két csukott ajtóval találkozom egy játékban, akkor mindig gyanús vagyok, hogy valaki rajtam akar ütni. Nézzünk körbe! Azok birodalmi tisztek. És bombákról beszélnek. Oké, nem tudom, hogy mennyire hallottátok-e és hogy mennyire sikerült fölhangosítanom a dialógot, de hogy jól látom, fel akarják robbantani a bolygót, mert árulók feltételezem kiértek a birodalomból. Ajaj. Cic. Gyertek szépen bele abba a lézeres aknába. Úgy, állj fel, gyerünk. Oh fuck, na azért. Menjünk először erre. Bár a játék azt akar, hogy erre menjek, kíváncsi vagyok, hogy mi van a másik irányba. Lerobbanjuk azt, nem robbanjuk el a lézer aknát, mert nézzük, hogy mi van itt konkrétan. Egy zárt ajtó és semmi más, oké. Akkor máskor kell majd, ó, ott van a további lézeres aknák, ott lesz loot. Na. Hopp, csak egy lőszerdoboz. Ez majd akkor, amikor lesz mivel lőszert szereznünk. Feldöltetem a pajzsomat, hogyha akarom meg. Van... Ó, hűdetonátor és pajzs, ezért visszajövök majd, hogyha kell. Na, tehát megvannak a hűdetonátoraink. Ezek hasznosak lesznek, hogy továbbra is ilyen csapdákat akar használni az ellenség. Tehát legit birodalmiakba futottunk. Komolyan láthatatlan emberek. Kíváncsi vagyok, hogy mit reagálnak arra, hogy Unlimited Power. Ó, életben maradt meglepő módon, bár jó nagyot repült. Ja, rád nincs falling damage, azok oda spawnoltak? Na jó, először elmegyünk a másik irányba, bye. Bár a biztonság kedvéért... Aha, jönnek utánam a rohadékok. Hogy képzelik? Gyere úgy, gyere, hogyha úgy tartja kedved. Bye. Na tehát... Fuck. Töltődjünk föl. Tudom, ott van még a másik a lépcső, de itt egy töltő. Nem minden, hogy ezek a rohamosztagos kakra fenyegedés jelentének, nem tudjuk, hogy milyen pontosak. Ó, itt egy bomba. Ó, öt bomba van. Hogyha csak azok a bombák vannak, amiket a kamerákon láttam. Feltételezem, így van egyébként, mert a játék logika, de ezért nem ártana megkérdőjeleznem így a valóságban. Itt nem van valami, vagy csak ide le tudok jönni, mert fun. Hogy elnézem, nincs semmi okom ne jönni ide, még lootot se látok az utca alatt. Ezek itt nem megsemmisítő dobozok, szóval innen ott pont, azokról pont vissza tudok ugrani, és semmi másra nem jó. Akkor nem tudom, hogy miért van itt ez a részleg. Ura. Na mindegy. Wow. Feltaláltam az antigravitációt időközben. Hívjuk a liftet. Ó, oh, ejha. Szia. Tetszik egyébként, hogy onnan kiszúrták, hogy én ellenséges vagyok. Hoppá! Nem vagyok vak, láttalak. Kicsit későn, de láttalak. Ezt túlélte? Bár hogy elnézem, nem a fejét találtam el, csak a nyakát. Mint tudjuk, az nem létfontosságú, annyira, mint a fej. Nem mindegy, hogy az kötni össze a fejet a többivel. Ez egyébként sose értettem semmilyen játékba ez a... Hát a nyakát találtad el, nem a fejét, ez nem olyan halálos. Dude, elválasztottam a fejét minden mástól. Ez valadig nem jött utánam, hogy képzeli? Na jó, lerobbantjuk az aknánkat. Aztán talált. Ups. Ugye nem detonáltam semmit. Remélem, hogy nem detonáltam semmit. Ahogy elnézem, ezeken nem megyek semmire a gombokkal.
És a rodékok a sarokban bujkáltak, hogy ne lássam őket onnan fentről. Szép. Oh, wow. Tehát ez robbant fel az előbb. The fuck, miről pattantam le? Na mindegy. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy ezekhez a bónuszerszámokhoz hozzáférek egyébként a játékban. Remélem, hogy Jedi Outcast-ben voltak, de azt nem tudom, hogy itt is vannak-e. Az ott egyébként ő egy kulcsjuk. Ez birodalmi kódok kellene, hogy átmessek rajta. Egyébként, hogy ez be volt építve eddig is, és eddig is kellettek hozzá a birodalmi kódok és árulórendszer, vagy hogy ilyen gyorsan ideépítettek egy kulcsjukat, abban nem vagyok teljesen biztos. Tehát nem tudom, hogy miért kulcsjuk kompatibilis ajtókat használunk. Lehet, hogy a köztársaság ajtógyártóipara még nem pörgött be a háború után. Ezek alatt egyébként át tudnék kúszni meg ilyenek, de nem éri meg. Az alatt átmegyek, de... Mert az elég egyértelmű, hogy az alatt át tudok menni, de... Nem éri meg kockáztatni, hogy... Belefussak egybe arccal. Ejha! Hello! Mondjuk meg unlimited power-ról lehetném őket, csak az előbb ugye túlélték. Ó, de egy tisztnál lesznek kulcsok. Oké. Okay. Unlimited pajzs. Unlimited pajzsok. Lehet, hogy itt is lesz egy bomba, szóval azért felnézünk ezen a lépcsőn. Aztán utána megyünk el a másik irányba. Főleg, hogyha ilyen jól őrzik. Egyébként komolyan ezek a világ legnyilvánvalóbb csapdai. Van olyan komolyan, aki akkor belesétál a lézerekbe? Na, full damage majd végez veled, úgy. Na, onnan nem találsz el azzal a négy sorozatvetővel, ugye? Hála az ének nem. Lift? Itt sem látok loot. Oppá, az ott loot. Ó. Szerintem az egyik szerencsétlenről esett le, akit leküldtem ide a villámaimmal. Viszont nem ártana hílelődnöm. A következőnek majd elszipkázom az életerejét. Tűrű. Tényleg? Azt mondod? Ó, a fenébe meg kellett volna hagynom őket. Tudtam volna, hogy utána jönnek, akkor nem robbantom fel az összes cuccot. Sziasztok! Azt hiszem, messziről hatékonyabb vagyok, mint ti. Gyanúim beigazolódtak. Ebben a teremben vajon lesznek? Úgy látom, nem. Azért mit nem mondjak, nincs igazán rohamosztagos hiányuk, hogyha ilyen számban vágják őket hozzám. Ennyi fura, mert a régi univerzumban azt hiszem ez eléggé fontos volt, hogy kevés jól kiképzett rohamosztagosuk volt, és nem várták őket hozzá mindenhez. Mint amelyik valamelyik trónkönyv ezt említette is volna, hogy azért nem használunk minden rohamosztagosokat, mert kevés van. Akkora volt a robbanás, hogy egy pillanatra kikapcsolt az egerem. Az ott, hogy voltam, egy birodalmi szonda lába volt egyébként. Oh shit! Az csak hiszed, barátocskám. Viszont hogyha a játék lézerágyi tud, akkor használd. Van egy csendőnyom, hogy mindjárt elkezdenek fejem tömegesen futni. Megnézzük, hogy van-e itt valaki, aki a hátamban lenne. Van ám. Sziasztok, Unlimited Power Steam! Oké, ezzel meghaltak. Na tehát. Gyere le onnan! Wow, majdnem megölte magam hullájával. Az kemény, ha túlvilágról akar meggyilkolni. Lelkes, hogy tiszt lehet. Na tehát! A játék lézerágyújtott ilyenkor általában elkezdenek özönlenni az ellenség. Úgy látom, hogy most kivételesen nem. Egyébként vannak a játékban néha részek, ahol lézerágyúkkal be lehet lőni falakat meg ilyenek, de úgy látom, de ez nem tartozik közéjük. A biztonság kedvére, hogy más ne szerezze meg. Az enyém nem lehet akkor senkié. Kedves lézerágyom. Ó, bomba! Ó, és ott van valaki, aki nem lát. Én látom őt. Ó, egy birodalmi tiszt. Kíváncsi vagyok, hogy lehetsége a kulcsa, hogyha megsemmisítem. Igen, ott van a földön, szupi. Az nem disztruktálódott. Volt valaki mögöttem. Szia. Hát igen, rohamosztagosok annyira pontosan, mint rohamosztagosok.
akadozza pörgő valami. Komolyan? Ez a világ legnyilvánvalóbb álcája. Unlimited power. Falling damage, oké. Okay. Még nem is az unlimited powerbe halnak bele, hanem a falling damagebe. Van itt valami hátul? Igen, élet. Ez közé, ezt a négy közé kellett volna rejteni. Még nehezebb legyen megtalálni. Na ott volt, azt hiszem itt volt az a kódcilinder, amit össze kéne szednem. Ott, oda érdemes lemenni. Az ott egy ágyú egyébként, ezek a forgó valamik. Feltöltjük a pajzsunkat. Mennyi van még hátra? Kettő. Az Enter egyébként az akciógomba játékban, de az Enterrel hajlok el dolgok el is, ami néha hát ebben végződik, amikor éppen töltődni akarok. Fénykard, menj előre! Hát ez nem jött össze. Fénykard, menj előre! Mindjárt jövök utánad. Na. Itt menjünk be. Várjunk, innen jöttem ki. Kijöttem ide, itt voltak az emberek a bombával. Nem, ott voltak az emberek a bombával, akkor a másik oldalán jöttem ki? What? Mindegy, valahonnan kijöttem valamerre. Nem, ott mentem ki. Oké, okay, mindegy. Lényeg az, hogy arra megyünk most. Ó, oh, ide lehet, hogy érdemes lenne lemenni. Mert ez itt egy ilyen eldugott kis liftecskének tűnik. Van esetleg itt is egy bomba? Nem, ez a világ legértelmetlenebb liftje. Ez tényleg azért... Nem! Titkos terület, oké. Okay. Az hittem ez tényleg azért van itt, hogy baszakodjon veled és szerezzen neked egy 5 perces lift utat. Itt vigyázzunk egyébként, hogy ne álljunk be a liftek alá, mert az megöl. Tetszik egyébként, hogy jövőben erre nincs semmiféle biztonsági intézkedés, amikor az épületek felében van lift. Mert az összes science fiction épület természetesen 20 emelet magas. Ja igen, össze kéne szednem azokat a kulcsokat. Hol öltem meg a fickó? Talán ott volt? Ott nem látok kulcsot, vagy kódcilindert, hogy mi a fenét. Pedig ott lőttem le valahol, úgy dereng. Szia. Mondom szia. Kidobta azt! Na mindegy. Keresünk kódcilindereket. Ó, ezt itt valaki felrobbantotta. Nice. Ez egy lift? Ez egy lift volt valamikor. Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban. Valahogy nem is szándékosan mondtam így. Na, hol van a kódcilinder? Ott felrobbantottam valamit. Fenébe, hol van? Esküdni mertem volna, hogy ott lőttem le valahol azt a tisztet. Majd ide megnéztem, hogy ott volt a földön. Tehát elméletileg látnom kéne ezzel, hogyha keresem. Tehát innen lőttem le valahon. Valahol, igen. Nem látom, oda kell mennem. Jó, az egész épületmizériát itt el tudtam volna kerülni. Na mindegy. Itt van valahol az a cilinder. Itt kell lennie. És komolyan vissza kell mennem és megnézem a felvételben, hogy hol lőttem le azt a rohadt tisztet. Ennyire nem lehetek szerencsétlen. Ó, ez nem is titkos terület, szörnyű. Na, hol a büdös életben lesz az a kódcilinder? Nem itt lőttem le, ugye? Biztos, hogy nem. Oké, mindjárt visszatérek, megnézem a felvételen, hogy hol lőttem le azt a szerencsétlen tisztet. Kezdem azt hinni, hogy totál hülye vagyok. Szó szerint rajta álltam. Na tehát... Irány arra. Itt fel tudok ugrani, ugye nem kell körbennem. Hála az énnek nem kell körbennem. Na, te egyébként tetszik, hogy nem fölveszem a földről a fénykardot, amikor átadok rá, hogy nem így fölrántam a kezembe. Kíváncsi, hogy lejtek egy darab chipset, akkor is ezt csinálom el. Köszönöm, hogy nem lőttetek rám egyébként, amíg benn voltam. Na, oda felküldünk egy ilyet. Ó, a fenébe mellé. Mindig elfejtem egyébként, hogy még nem hat eléggé messzire az egész erőhúzás dolgom, meg hogy még ki sem tudom rántani az emberek kezéből a fegyverüket.
Tudtam, hogy lesz itt valami loot. Rift közben remélem visszajön. Olybá tűnik. Gyere le! Van, gyere le! És most te! Várjunk! Nem. Ezek egyébként majd el kell állítanom valamikor az F gombokról, mert rohadt nehéz F9-et nyomni, miközben célzol ugyanazzal a kézzel. Kard visszajött magától, még az erős kellett hozzá. Hány bomba van? Még kettő. Oda nem akarunk leesni. Jó, ott nem már voltunk. Hello. Senki? Csak Durbrido. A Jedi. Unlimited. Ó, a fenébe ott nem tud leesni. Na. Ez egy lift? Ez nem egy lift. Az egy lift. Igen, látom, hogy ott van nem valaki, meg egy bomba. Jössz vissza! Bomba kikapcs! Valaki beszélt. Hallom ám. Lejjük a liftet. Az ott élet, azt ott felszedjük. Mit meg nem teszek a lootér? Az ott pajzs. Lét visszajön. Nem zavarja, hogy a kezőföldet átvágtam. Akkor mégse itt voltam lenne. Azt hittem, hogy ez a pálya elején lévő épület, ami mindig az a nagy üvegablak dolga volt, vagy valami ilyesmi. Jössz vissza! Fuck! Lét visszajön. Bár egyébként fölmentnék itt is, na mindegy. Most már itt van, elértem, hál' az ének. Jó, azt mondom, én előttem le a szerencsétlent. Nem? Úgy látszik, nem. Oké, itt is hívhatok egy liftet. Le kell oda mennem nekem? Nem, onnan jöttem föl. Á, itt vagyok ebben a teremben, ahol lementem. Seriously? Ezt fogjuk játszani? Na. Ó, itt az utolsó bomba. Én azt hiszem, csak vissza kell mennem a hajómhoz. Ezt rendesen deaktiváltam? Nem robban fel a bomba attól, hogy benne van egy fénykard. Na mindegy. Ó, oda valaki leesett jó mélyre. Ó, és itt is megöltem valakit, wow. Nem is tudtam róla. Már észre se vesz, amikor gyilkolok, egyre jobb Jedi leszek. Ez szemét volt tőlem. Ők nem annyira immunisk az unlimited power-ra, mint a tisztjék, mert reasons. Na jó, mondjuk ezeket tényleg látjuk, hogy azért van valamiféle páncélszerűség, vagy alkalmasabb védelemre ragad az egyenruhájuk. Volt valaki mögöttem, aha. Az ajtó mögött állt, aztán jól nem lőtt hátba, amikor átmentem rajta, gratulálok. Unlimited power! Oké, annyira unlimited a power, hogy be kell állnom, hogy mögé a doboz mögé töltődni. Szerencsére a hülyék nem támadnak meg közben. Úristen, szegény fickó, de kényelmetlenül esett oda. Szia! Ó, hellóztok! Utánam jöttek. Oké, vannak golyóik, aláírom. De hát legalábbis eddig voltak, nem tudom, hogy mennyi maradt belőlük. Ki tudok itt menni? Úgy látom, nem. Nice. Fölöslegesen nyírtam ki ezt a 20 szerencsétlent. Wow. Komolyan vissza kell mennem arra, merre jöttem, mert ez szörnyű. Ezt hogy képzelik? Kicsi nagy a testem, na mindegy, ott van len valaki. Volt. Csak aztán unlimited power append. Jó, azt hiszem, hogy dobtam le onnan föntről. Szia. Nem tudom, mitől repülnek egyébként ekkorákat. Ez egy kicsit túlzás. Itt már voltam lenni, de fizikailag képtelen kéne, hogy legyet őket kellett volna lennetek lejönni. Wow. Még hirtelen beszélni sem tudtam, úgy megleptek. Na mindegy. Komolyan, hogy kerültek ezek ide? Nem adottam magam mögött lifteket. Téged mit tart, barátocskám? Te mire kerültél föl? Egy rossz hitboxra arra. Hogy ő mitől repült le, azt nem tudom.
Az ajtót ugye nyithatatlan, itt egy lift. De úgy, hogyha nem mozdulom meg, akkor hogy kéne lemennem? 30 méterről nem tudsz letartóztatni. Szörnyű. Egyébként nem zavarja őket, hogy fegyvertelenül mész eléjük. Ugyanúgy elkezdenek lőni, nem lehet sajnos trükközni velük így. És valaminek le kéne egyébként szívnom az életenergiáját. Szia! Ó, oh, rossz gomb. Oké. Okay. Te meghalsz. És neked elszív... Fuck! Jössz vissza? Na! Úristen, nem a... Fú, ez hogy nézett ki. Legnyilvánvalóbb álca ever, de tetszik, hogy nem próbáld meg arccal lőni, végül is ez nem lett volna logikus. Na, szia! Na, ennek így kell kinéznie. Nem az normális, amikor az arcomba nyomják az ágyékukat, miközben megpróbálom kitépni a szívüket. Hallé, de power! Ó, szegény droid. Szerűszte? Na. Már is kellett így mennem, azt hiszem erre. Nem erre. Úgy döntöttem, hogy nem arra kellett mennem. Ja, erre jártam, ez dereng. Oh fuck, azt hiszem ez whisky felé. Akkor mégiscsak át kell mennem azon az istenvert a szobán. Ja, itt a bomba van. Ki kellett volna tolnom a production-t, és akkor át tudnék rajta simán sétálni. Na mindegy. Majd nem tudom, ilyen kevés idővel valószínűleg nem tartana sokáig. Oh, hello! Unlimited power! jó napot, kedves rólamosztagosok! Én Mata Barna vagyok, és ez itt az Unlimited Power! Ejha! Ti nagyon érdekesen viszonyultok a fizikához. Gondolkoztál rajta, amikor még éltél, hogy belépsz a rólamosztagos balettcsapatba? Bár, hát ja, ezután egy kicsit nehéz dolgod lenne. Na mindegy, legalább egyed ilyen nézel ki. Úristen, mi történt a kezeddel? Már itt azelőtt, hogy szétégettem. Na mindegy! HP! Feltöltődünk, hát a végén lesz valamilyen főboss, aki megpróbál megállítani az X-Wingem előtt. Rád emlékszem. Hát talán ezt elfogadjuk valamilyen főbossnak. Ez egyre a fickóval sorozatvető. Oh shit! Majdnem megöltem magam. Az egyébként én vagyok a halálom leggyakoribb oka. Megy az idézetek közé. Oké, az egerem közben ismételten megpróbált elhagyni. Időszerű, hogy vége legyen a résznek, hogy meg tudjam nézni, hogy ez mi a bizonyos helyettől van. Itt savalunk egyet. Mert a következő story cutscene előtt egyébként le akarom zárni a felvételt, mert nincs kedvem végigvárni, főleg így, hogy az egerem nem tudom, hogy mi a büdösödet csinál, de egyébként egy helyben ül. Na! Ezt a büdülést meglezárjuk. Jó, hogy ide se értél! Fuck you! Na de, én nem mondom, hogy már akkor mennyi fér bele, úgyhogy ez volt nyilván ott barna, ez vagy már a Star Wars Jedi Academy, és találkozunk a legközelebb, amikor megyünk a sztori küldésre. Addig is a viszontlátásra, esetleg itt még akarsz valamit mondani? Nem? Oké, okay. Akkor találkozunk a legközelebb a cutscene-nel, addig is a viszontlátásra.